2023. január 20-a van. 200 évvel ezelőtt, 1823. januárjában két nagyon fontos esemény is történt a magyar irodalmat illetően. Az egyik, hogy 1823. január 1-én megszületett az egyik leghíresebb, legismertebb, legnépszerűbb magyar költő, Petőfi Sándor. És néhány nappal később, január 22-én Kölcsei Ferenc befejezte a Himnusz kéziratát. 1989 óta ez a nap a magyar kultúra napja. Ezért jöttünk most nincs össze. Kérlek benneteket, hallgassátok meg a felsős tanulók műsorát. Thank you.
Oh, see.
Tölcsei Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. A himnusz nemzeti fohászunk, amely magyarságunkat, közös hitünket, akaratunkat fejezi ki. Erkel Ferenc 1844-ben zenét kompozott. Tölcsei Ferenc gyermeki költeményéhez sikerült megtalálni a himnusz szövegéhez, melyet hozzájuk. Most kérjük mindenkit, hogy megemlékezésünk befejezéseként miért kellett az is a himnusz. Akkor lesztek teljes emberek, hogy oldatottak figyelni egy
versre, egy énekre, egy mesére, egy filmre, és tudod elemezni, meg tudod érteni a mondani valóját, mert ez a kultúra az életünk részében kell, hogy várj a tiédnek is. És annál boldogabb leszel, hogyha ezekről minél többet meg tudsz érteni, és ez tulajdonképpen a nevelőinket minden napot ezt tanítják nektek, fogadjátok be ezeket a gondolatokat, és ne a hosszalkodással töltsük a napjainkat. Hát erről is szól a magyar kultúra napja tulajdonképpen, és én még egyszer szeretném megköszönni. Felkészítő tanárok.